Székelyudvarhelyen készül a Szent László Kárpát-medencei legendáriuma. A Sziklahitű király című mű írója Muszka Sándor, grafikusa Gyöngyösi János. Perceken belül vendégünk lesz Székelyudvarhelyről Fazakas Szabolcs, operatőr, rendező, producer, ma ötletgazda minőségében. Szabó Attila riportja következik. Ki volt Szent László? Hogy él a tudatban? Hogy él a mostani emberek, az itteni embereknek a tudatában? Mi maradt meg belőle? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Fazakas Szabolcs 2014-ben készített filmje, amelyben Gyöngyösi János grafikus Vasparipán járja végig Székelyföldet, és kutatja fel a Szent Lászlóhoz kötődő legendákat, illetve azok helyszíneit. Tulajdonképpen az érdekelt minket, hogy a népi emlékezetben mi maradt meg, most már lassan ezer év múlva ebből a nagy magyar királyban, mire emlékezik a nép még ma is, anélkül, hogy valaki különösebben kultiválta volna benne ezt az eszmét. Hát nagyon sok rájöttünk, hogy nagyon sok megmaradt. A film forgatása közben adódott az ötlet, hogy a székelyföldi legendárium mintájára a Szent László legendákat is egy illusztrált Kárpát-medencei kiadványban foglalják össze, és magyar állami támogatással kezdetét vette a kutató és gyűjtő munka. A legsűrűbben a Szent László legendát a Székelyföldön örökítették meg, és a Felvidéken, az úgynevezett szepesi lándzsások földjén. Viszont ez a mai állapot, nem lehetünk biztosak abban, hogy esetleg a régi királyi Magyarországnak a központi részét, amit később a török uralom nagyon igenis tönkretett, és egy csomó egyházi emlékünk elpusztult, nem tudhatjuk, hogy ott is nem volt-e ennyire jelen a Szent László legenda. A székelyföldi legendáriumból ismert Zetét egy örökéletű figura, Szőr Manó vezeti végig a Szent Lászlóhoz kötődő legendákon, akit a grafikus többé-kevésbé saját magáról mintázott. Több mint 200 illusztráció színesíti a Muszka Sándor által helyenként viccesre, furfangosra, de a mai gyermekek számára is emészthetővé formált történeteket. Gyöngyösi János rajzai azonban nem csak a történeteket illusztrálják, de a legendák helyszíneit is. Olyan módszerre, olyan stílusban megrajzolva, hogy a gyermek megértse. Tehát meg kell ő tudja, hogy ki is volt ez a Szent László, de úgy, hogy ő értse is meg, és élvezze is azt, amit lát. És aztán jön a harmadik réteg, az kimondottan az már egy ilyen művészettörténeti kalandozás gyerekeknek a freskók világában. Számtalan Szent László legendát ábrázoló freskó maradt az utókorra. Főként a történelmi Magyarország nyugati és keleti végein, vagyis Felvidéken és Székelyföldön. Csak Udvarhelyszéken 5 Szent László falképábrázolást ismerünk. Nevéhez, illetve a kultuszához kapcsolható helyek száma azonban több mint 100-ra tehető Kárpát-medence szerte. Olyan helységnevek is őrzik emlékét, ahol ma már egyetlen magyar sem él. Nagyon érdekes itt Olá Szent Lászlón, Kis Szent Lászlón például, itt ezekben, itt nem egy magyar sem. Nem is tudják, hogy miért Szent László a neve. Próbáltunk néprajzosoktól érdeklődni, meg a román közösségtől is, hogy miért hívják magyarul Szent László, nyilván a román nevében nincs benne, de nem tudták ők sem megmondani. A Szent László legendárium a napokban kerül a nyomdába, és már dolgoznak a Kárpát-medencei Szent László legendák helyszíneit összefoglaló térképen is. Több mint 100 helyszínről beszélünk, ugye most már tudunk egy székelyföldi legendáriumhoz hasonló Kárpát-medencei Szent László legendárium térképet megalkotni. A célunk az, hogy minden egyes Kárpát-medencei magyar iskolába eljuttassuk ezt az anyagot. Tehát mindenhova elküldünk egy könyvet és egy térképet. Tehát ezt támogatásokból biztosítjuk, és ez a lényeg ennek. Ha már Szent László évről beszélünk, akkor tényleg minden magyar gyermek hát valahol halljon valamit róla, és tényleg meseszerűen. Mi célközönségünk a gyerekek. Aztán egy másik dolog, hogy a gyerekeken keresztül a szülők. A gyerek a szülőt el fogja vinni arra a Szent László legenda helyszínre, amelyeket mi megjelölünk az anyagban. A székelyföldi legendárium kiadványai tehát, amellett, hogy összegyűjtik, és a hagyományok tiszteletben tartásával modern köntösbe öltöztetik az ősi legendákat, mondákat, valós turisztikai potenciállal rendelkező helyszíneket jelölnek meg Kárpát-medence szerte.
Éppen ezért a Székelyföldi Legendárium csapata az év végéig egy olyan mobiltelefonos alkalmazás kifejlesztését tervezi, amelynek segítségével bárki könnyedén ellátogathat majd a történelmi Magyarország legendás helyszíneire. Fazakas Szabolcs a vendégünk, Székelyudvarhelyről. Szervusz! Köszönöm, köszönöm. Jól utaztál? Épp, hogy beestél a stúdióba. Tökéletes, szép idő volt minden. Nagyon jó forgalom volt, hál' Istennek. Úgyhogy legendás utazás. Legendás utazás. Tordai hasadék gyönyörűen látszott, úgyhogy ne külön örültünk. Ez is a mostani téma, ugye? Na és időközben, míg felszaladtunk a lépcsőn, ugye, adásban mondtad, hogy nem is 100 helyszín, hogy folyamatosan napról napra bővülnek a Szent László helyszínek. Hát, hogy történik ez? Hát igen, nagyon érdekes, ugye mi azt terveztük, hogy a jövő héten akkor indítjuk nyomdába az anyagot, de az az igazság, hogy most Móravidékről érkezett megint egy templomból egy freskó üzenet, hogy igen, ott is van, szeretnének bekapcsolódni. Úgyhogy ugye a közösségi hálón, hát a közösségi oldalunkon is hírül adtuk, hogy lesz Szent László legendárium, és nagyon sokan felkapták a fejüket, például innen ugye Kolozsvárról is érkezett csak még pluszba két legenda, ami a tordai hasadékhoz kapcsolódik, Szent Lászlóval kapcsolatosan, és az, az igazság, hogy nincs szívünk kihagyni semmit. Most azért a tatár nem hajt, ugye, úgyhogy most egy pár hetet most ide-oda tudjuk mozgatni, hogy előkerült-e Szent Lászlóvár romjai lent a vaskapu mellett, tehát az is benne lesz az anyagban, hiszen a Szent László idejében is védték ugye azt a környéket, ugyanúgy, mint a Zsigmond király idejében. Tehát tényleg így bővül folyamatosan ez a legendárium. Hát hihetetlen, akkor megtorpantunk gyakorlatilag a nyomda ajtajában, mert még érkezik egy helyszín, és képesek vagytok ezt feldolgozni, és még... Hát egyszer feldolgozom. Nem fog beférni a könyve. Hát befejeződik, ezt én feldolgozom lelkileg. Az a helyzet, hogy egy picit tartottam attól, hogy az alkotótársak hogy reagálják ezt le, de az a helyzet, hogy ezt most mi elkészítjük, akkor ennek marad egy nyoma. Tehát ezt vagy, ha a Kárpát-medencei legendáriumról akkotunk beszélni, ha tényleg, ha nem is 100, de legalább 98%-ban benne van minden anyag, tehát egy települést, ha kihagyunk, az nem, tehát ez egy ilyen történet. Mindenképpen hamarosan ki fogjuk adni az anyagot és a térképet is, persze. És látod, senki sem tudta eddig, vagy nem számolta össze, hogy ilyen sok Szent László helyszín van. Hát erre mi sem számítottunk. Igen, igen, így van. Tehát mi ugye az ismeretteresztő dokumentumfilmünkben hát csak az erdélyi helyszínekkel foglalkoztunk, főként Székelyföld, de tényleg így, hát ez így folyamatosan bővül, ez hihetetlen. Hát egy nagyon szép dolog, hogy így 1000 év után egy embernek ilyen nyoma van ugye ezen a területen, de főleg Székelyföldön, tehát mi, mint székelyek, tartozunk is ezzel a Szent László hagyománynak, hogy ezzel az anyaggal foglalkozzunk ilyen lelkesen. Borzasztóan szimpatikus Gyöngyösi úr a grafikus. Hogyan találtatok rá? Mert arról ugye nem szólt a fáma a riportban. Hát ez régi történet. Gyöngyösi úrral most már, hát olyan régóta, hát rég ismerjük egymást, tehát székelyudvarhelyek lévén, sőt a nagytatán vágta az ő haját, mint később kiderült, úgyhogy régi a családunk is régebb kapcsolatban volt. Annak idején úgy is van beírva a telefonomban mai napig, hogy makett épít Gyöngyösi János, mert az egyik udvarhelyi történész adta meg az ő elérhetőségét még rég, amikor elkezdtem álmodozni ezen a Mini Erdély parkon, amiről szó lesz, hogy ugye Gyöngyösi... Ne szaladj így előre, nem szaladok, de igen, de Gyöngyösi úr maketteket készített, tehát ő ezzel foglalkozott, és ezért kaptam meg a telefonszámát. Aztán persze kiderült, hogy ő ugye beltéri makettekkel foglalkozik, de hát kezdtünk a rajzokról beszélgetni. Ugye régóta elindult az, hogy a legendárium könyvében, a legendárium térképen a megrajzolt gyerekvárakat egy picit székelyföldiesítsük, erdélyesítsük, mert hát ugye hozza a térségnek a jellegzetes vonásait, vagy ugye az építészeti, meg a várépítészetről beszélünk. Na, tehát itt indult el a mi kapcsolatunk, kiadtunk nemrég ugye egy könyvet vele, a székelyföldi várakat újrajzoltuk, ilyen sem volt, tehát ugye az összes székelyvárnak a legendáját, mondáját és a valamikori rajzait megjelentettük abban a könyvben, és
így indult az együttműködés, aztán ugye egy magyarországi barátom mondta, hogy készítsetek egy filmet, valami különleges filmet, ugye az NMH támogatásával, hogy keressek egy jó témát, egy jó műsorvezetőt, és az a helyzet, hogy Gyöngyösi úr eszembe jutott, hiszen ő azért a Székely öreg vadmotoros, szabad motoros, és igen, az zseniális. Hát az hogyne, hát ő járja körbe ezeket a helyszíneket motorbiciklivel, úgyhogy nem csak a rajzolásban jó, hanem a műsorvezetésben is, és tényleg olyan jól dokumentálta, egyszerűen, érthetően a közember számára, mesél a filmbe ezekről a falképekről. Nyilván nem a mi szakterületünk, mi egy ismeretterjesztést végeztünk, tehát felhívtuk a közönség figyelmét, hogy igen, milyen komoly Szent László érték legendárium van így a környezetünkben. Na, tehát így indult el, mondom, nagyon rég a kapcsolatunk, most már ugye kicsit a fogadott fia is vagyok, így viccelődünk ezzel, napi de kapcsolatban Szabolcs, vagyunk. Mit csináltok, hogyha újabb-újabb helyszínek lépnek be ugye az életetekbe, hiszen nyomdába készül a könyv, Gyöngyösi úrnak van ideje pár nap alatt illusztrálni, most már nem pattanhat a motorjára és leruhannia a vaskapuhoz. Nem kell lerohanni a vaskapuhoz, ott az internet. Nagyon sok dokumentációt kapunk végül, és mi nem kell azért oda menjünk a vaskapuhoz, hanem ezt itthon meg tudjuk oldani. Vannak történelmi adataink, történészek segítenek, hogy hogyan nézhetett ki valamikor az az erődítmény. Mert ugye most jelen pillanatban egy kis vár van, úgy hívják, hogy Lászlóvára, Szent Lászlóvára, de mondom, Zsigmond király idejében épült, ez egy picit később, de előtte ott volt egy erődítmény, ami viszont Szent Lászlókorához köthető. Ezt ő megrajzolt, tehát ő tudja, tehát ő ebben most már szakember, hogy valamikor, vagy egy erődítmény az alapjait nézve, hogy hogyan nézhetett ki valamikor. De ezt nem lehet 100%-osan tudni, hogy a fényképezésről is alig 200 éve beszélhetünk, meg a rajzolásokról és ábrázolásokról, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy foglalkozunk ezzel, és elég szépen el tudja végezni a munkáját. Hát én csak gratulálni tudok ehhez. Nagyon repül az idő, Szabolcs, és Muszka Sándorról nem ejtettünk szót, nagyon röviden, hogy ő rá, hogy találtatok rá a humora miatt? Neki van egy nagyon különleges humora, ismerjük őt, már az Erdély Figyelő nézői is ismerjük. Hát igen, itt a Székely humora miatt bukkantunk rá, kerestünk egy írót a könyvhöz. Ugye itt egy nagyon, hát amint mondtam, egy óriási anyag mennyiség van, ezt a gyerekeknek valahogy el kell adni. Tehát a gyerekeknek nem tehát lehet... Tehát nem lehet száraz történet. Gyerekek, így van, tehát nem úgy van, hogy most itt készítünk egy nagy krónikát, aztán milyen szép. A gyerek a könyvet a kezébe kell vegye, kell érdeklődjön, egy kaland, végülis egy kis kaland novella, kaland regény készült ebből, és mindenhova belopjuk Szőrmanó krónikáját, ugye a Szőrmanó Gyöngyösi úrnak a karikatúrája idézőjelbe. Tehát mindenképpen ez az egész egy érdekes hangulatot kapott. Különleges lesz ez a kiadvány, ez a könyv. Remélem, hogy meghozza a várt sikerét, hogy a gyerekek tényleg játssza megint, mind a legendáriumban, ahogy eddig is történt, játssza meg, tanulják ezt a szeletét is a történelmünknek. És megismerik, ez nagyon fontos. Szabolcs, rohanunk tovább Muszka Sándorra, hogy megígérte, hogy márciusban vendégünk lesz, hiszen egy könyve is megjelenik akkor, de annyi ötleted van, hogy nem tudjuk hosszúra nyújtani. Tehát Mini Erdély Park, amint már Szabolcs említette, Szejkefürdőn. A brüsszeli Mini Európa és a klagenfurti Mini Mundus mintájára Mini Erdély Parkot hoz létre a Székelyföldi Legendárium csapata. A makettek Erdély most is létező kastélyainak, kastély romjainak kisméretű változatai, melyek Erdély fénykorát idézik. Ez a Kolozsvár belvárosa, a kincses Kolozsvárt rekonstruáljuk. Teljes gőzzel folyik a munka ebben a budapesti műhelyben. Most éppen a kincsesváros Kolozsvár történelmi központján dolgoznak. Senki elképzelni nem tudja, aki nem készített ilyen maketteket, hogy mennyi sok munkaóra van benne, hiszen amikor már készre össze vannak állítva, nem látszanak azok a pici apró trükkök, amitől maga a makett összeáll. Ezeknek a maketteknek van egy komoly belső szerkezete is, aminek sok olyan funkciója van, amit nem lehet látni, viszont rengeteg munka van vele. Vajda Domokos makettkészítő és Német Hajnal Aurora festőművész közösen tervezik, majd kitartó munkával közösen formálják meg az erdélyi műemléképületek virágkorát megörökítő maketteket.
Először megnézzük a fotodokumentációt, hogyha van lehetőség, akkor elmegyünk a helyszínre, és akkor felmérjük, hogy hát, hogy is készíthették ezt régen, próbáljuk ezt rekonstruálni, és utána ki kell találnom, hogy ezt hogyan is fogom a kis ecsetekkel, vagy jelen esetben egy nagyon vicces festési technológiát találtam ki, egy konyhai szivacsal, egy mosogató szivacsal próbálom utánozni azokat a vakolat felületeket, amiket látunk az épületeken. Az első három makett, vagyis a Vajdahunyadi és a Fogarasi vár, illetve Székelyudvarhely legrégebbi épülete, a Jézus kápolna már a Székelyudvarhelyi Rajzfilm stúdióban várják készülő társaikat. Fazakas Szabolcs egy brüsszeli utazás alkalmával fedezte fel, hogy Erdély fehér foltként szerepel az európai kulturális turisztikai térképeken, pedig nem csak épített öröksége, történelme, példás multikulturalitása, de ősi történetei is különlegessé teszik a régiót. Elég csak Törcsvár egykori lakójára, a Dracula grófként elhíresült Vlád Cepesre gondolni. Vajdahunyad mellett öntötték a párizsi Eiffel-toronynak a szegecseit, bizonyos alkatrészeit, vagy az angol királynő itt született a Rédei kastélyba. Tehát vannak itt olyan épületek, objektumok, amelyek nem csak Romániához kötődnek, hanem Európához. A Mini Erdély Park a régió multikulturális jellegéhez híven a turisták által közkedvelt Szász és Székelyföld épített öröksége mellett a román, örmény, illetve zsidó közösségekhez köthető műemléképületeket is bemutatja majd. A több mint 80 makettből álló park a tervek szerint jövő nyártól várja majd az érdeklődőket. Szeretnénk a gyerekeknek egy olyan kis parkot mellette, ahol lesznek ilyen épületek, amit ők mozgatnak, raknak ide-oda, vaskocsiszhatnak, katonázhatnak. Tehát a gyerekek fölépíthetik majd a saját maguk parkját ilyen legószerűen. Na, tehát én ebben gondolkozunk, hogy az udvarhelyi ember kijön oda, megpihen, megnyugszik, a turista eljön, kap egy szeretet Erdélyből. Ez minden erdélyi településnek, turisztikai régiónak ez jót tesz. És éppen ez a Mini Erdély Park legfőbb célja. Azáltal ugyanis, hogy egy helyre gyűjti a régió műemlékeit, legendás helyszíneit, látogatható célpontokat ajánl az Erdélybe érkező turistáknak. De szerintem nem csak a gyerekek örömére készül, hiszen én alig várom, hogy Székelyfürdőre látogathassak és láthassam ezt a csodavilágot, amiből egy picit is bepillantást nyerhettünk most. Hát igen, végül is szerintem mindenkinek ez érdekes lehet, meg végül is egy olyan Erdélyt mutatunk, ami, hát, ami most már csak egy mese, egy emlék, de tényleg gyönyörű, tehát én most így kezdenek kinőni a földből ezek a kicsi épületek, ezt látom, hogy egymás mellett őket ilyen parkban, olyan japánok, ezek a japán kertek, úgyhogy hasonlóan ezt szépen ki fogjuk alakítani, felkerülnek ilyen kis domb tetejére, meg lesz szépen gondozva, ugye kertészekkel, ugye füvezetet, mindent, tehát szép, szép dolgot akarunk végül is a nézők, a látogatók elé tenni. Igen, rekonstruálunk olyan kastélyokat Erdélyben, amit sajnos a múlt rendszer utána is hát leromboltak, ugye csak itt a Boncidai kastélyt is teljes egészében, úgy, ahogy kinézett valamikor, úgy mutatjuk meg az odalátogatóknak. Van meglepetés is ugyebár a kolozsváriak számára, közben kérem a kollégákat, hogy mutassák. Igen, bizony, itt van a kolozsvári makett, ez egy végül is az egész Mini Erdély Parknak az az alapja, hogy valamikor Orbán Balázs írja ott a Szejkén, tehát Orbán Balázs kora és kora előtti időszakát mutatjuk Erdélynek, az igazi Erdélyt, amikor Erdély a fénykorát érte, itt ugye akkor itt van a Kincsesváros, hát ezek a makettek körbejárhatóak lesznek, végül is ott lehet sétálni, nézelődni, megtalálni az épületeket. Valaki kérdezte, Bulgakov rajta lesz, én mondom, igen, ott van az épület, az Insomnia is, tehát minden ott van a helyén. Csak hát ugye, hogy mi volt ott ezelőtt pár száz éve. Mert az a helyzet, hogy most hiába mutatjuk azokat a városrészeket, ami most van, mert ez annyira nem érdekes. Tehát modern épületek vannak, minden. Tehát nem. Tehát az a szép, azt a mesebeli Kolozsvárt, a mesebeli Szeben, Brassót, Medgyest, Gyulafehérvárt, Segesvárt, tehát ezeket mind felépítjük, ezeket a városokat, Kézdivásárhelyt, Székelyudvarhely központja, Csíkszereda, tehát mind, és nyilván mondtam az interjúban is, hogy multikulturális park lesz, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy most ott csak kimondottan a magyar kultúrát mutatjuk meg Erdélyben. Igen, Erdélybe, itt láttam, hogy lesz román szász. Persze, román szász, így van, kolostorok lesznek, falu részletek, Máramaros, Máramarosi falu rész, tehát hogy tényleg megmutatni a nézőknek, hogy odalátogat, hogy ez hogy nézett ki,
hogy néz ki, tehát mit kaphatunk. És természetesen több nyelven, tehát a Kolozsvár makett mellett ott lesz a Kolozsvár névtábla, ezt azért nem hagyjuk ki. Vagy ott lesz a zenélőkutyuk a marosvásárhelyieknek is. Tehát ezek olyan dolgok, amit kell tudnia, mindenkinek kell ismernie, és szép. Ezek mind ugye kötődnek az európai kultúrához. Azért innen úgy gondolom, Erdélyben elég sok minden ment kifele Európába, és adtunk azért valamit, nem csak nyugatra, hanem keletre is. És hát egy legendás város lesz Székelyudvarhely, hogyha te ezt így folytatod, egy meseváros. Hát jó lenne, mert az a helyzet, hogy a turisztikai szempontból Székelyudvarhely egy ilyen mindig panaszkodnak átutazó város. Na, ez az igazság, ezért kell tenni. Ezzel úgy tudunk tenni ezért, hogy konkrétan megállítjuk a turistát. Tehát nem lehet, tehát beszélni lehet tényleg sok mindenről, de hát egy ilyen park, egy mini Erdély park, románul Parco Minitanszivánia, angolul Minitanszivánia park, tehát oda vonza a turistát, Szebenből, Brassóból, Kolozsvárról át fogjuk vonzani hozzánk is a turistákat, mert az igazság, hogy hát az meg kell nézni. És oda jár Székelyföldnek is, jár a turizmusból egy kis rész. Úgyhogy hát bízom benne, hogy az idén pünköskorban megnyitjuk a parkot. De nem lesz ott az összes épület, nyilván 12 épületünk lesz, ha minden jól megy, folyamatosan bővítjük, és látogatható lesz, egyelőre nem teljes egyje, hanem majd kitaláljuk, hogy fogjuk ugye a látogatókat fogadni, még ott lesznek ilyen várkiállítás mellette, hogy ez a városkiadványt, hogy Gyöngyösőre készítettünk, tehát valamit mindenképpen fogunk indítani, pünköskor jönnek a turisták, úgyhogy muszáj. Nem engedlek még el, folytatjuk, mert egyéb meglepetés is van. Közben ugye a rajzfilmgyártás sem állt le Székelyudvarhelyen. Lássuk a csapatot munka közben, aztán beszámolunk arról, milyen új rajzfilmekkel örvendeztette meg a közönséget a Székelyföldi Legendárium csapata. A Likaskövön éppen átfér egy vasúd is, amint az a legelső Székelyföldi Legendárium rajzfilm hangfelvételei közben is kiderült. De nézzük csak, hogyan kerül a monda a képernyőre. A figurák, helyszínek megrajzolása, illetve a forgatókönyv elkészítése után színészek játsszák el a mozgásjeleneteket, majd a kamerák által rögzített mozdulatokat, arcmimikát ráanimálják a megfelelő részekre. Az emberek élhetetlenek! Minek halhatatlanok, drága húgocskák! Ezt követően rögzítik a narrációt és a párbeszédeket, majd a kiegészítő hangokat. Korondi kerámia törik, gimnázium ajtó nyikorog. A felvételeket követően hosszú, kitartó műhelymunka veszi kezdetét, s történet, rajz, mozgás és hang rajzfilmé egyesül lassan. Helyszé tartódék is úgy építették fel azt a várat, mint amit Mózsi bá mesélt lövétéről. Há, miért? Mit mesélt Mózsi bá? Há, azt mondta... Firtos és tartott varázslatos mondája, Zete és Csetlik szerethető figurája által a Székelyföldi Legendáriumban az ősi történetek modern rajzfilmként születnek újjá, s viszik Székelyföld hírét a nagyvilágba. S ha majd éppen Korond határában járunk, tudni fogjuk, hogy került a magányos Likaskő a két szemközti várom közé, s ha átnézünk rajta, már látjuk is Zetét s a tovaszálló tündéreket. Ugye már mi beszámoltunk arról, hogy elindult a rajzfilmgyártás is nálatok Székelyudvarhelyen. A tavaly, most hamarosan látjuk a felvételt, a mesét, a Babba Máriát, hát csak a háttérben, mert nincs lehetőség mindent bemutatni, tehát tavaly készült el a Babba Mária, és közben más rajzfilmek is. Igen, hát most már 3 éve dolgozunk, tanulunk, úgymond. Ez a tavaly 3 rajzfilmünk jött ki, a Rétyinyír mondája, Babba Mária, a Tátos asszony, a gyergyószéki történet. A csapat most már 13 fős, 14 bocsánat, és mind erdélyi magyar fiatalok, udvarhelyszékiek, volt olyan kollégánk, aki külföldről jött haza, egyetemeken, tehát képzőművészeti egyetemeket végeztek, Budapesten tanítottuk őket animációs iskolába, animátorokat hoztunk Magyarországról,
Székelyudvarhelyre, hogy oktassák őket. Gyakorlatilag egy évet azzal töltöttünk el, hogy tanultunk, igen. Így van. Sőt, Amerikából a DreamWorks egyik munkatársát lehoztuk Székelyudvarhelyre, tartott egy kurzust, és az a helyzet, hogy aztán maradt velünk, tehát azóta is online, interneten keresztül tanítja a kollégákat. Hát annyira megszeretett benneteket, hogy... Hát igen, ő volt az oktató, akiről tényleg így azt láttam, hogy a csapatot így lelkesít és viszi előre. Tehát olyan igazi amerikai, és ez kell. Tehát ez az, ami sajnos itthon hiányzik néha. Tehát kell tudnia a fiatalokat lelkesíteni, ott van a tehetség. Meg kell találni azokat az irányokat, ami nőköt el lehet vezetni. Na most Ken nem megtalálta, és folyamatosan ellenőrzi most az animációikat, a rajzfilmgyártásba is bekapcsolódik, tehát mindig, mikor egy animáció elkészül, akkor azt ő interneten ellenőrzi, ki van vetítve, mindenki abból tanul, tehát gyakorlatilag folyamatosan fogunk tanulni. Komoly szakmai felügyelet alatt. Hát igen, hát így van, tehát egy amerikai DreamWorks minőségű felügyelet alatt vagyunk, ami nem mindegy. Tehát ezt így ebben a formában, ha az nem lenne, jó, biztos, hogy dolgoznánk, mert nem hagynánk abba, de hát ez óriási, tehát ezek... Óriási segítség. Hát persze, tehát nagy lépések ezek. És most már a csapat, mondom, összeállt, elkezdtünk dolgozni a nagy rajzfilmsorozatunkon, amelyet kell már, amit akarunk küldeni külföldi televízióknak, ilyen rajzfilmbőrzékre vinni, azt most kezdtük el, tehát most vagyunk a nulladik résznél, na, azok ilyen 10 perces, igen, 10 perces sorozatok. Hát én csak azt tudom mesélni, hogy lesz Zetténk, lesz Rikánk, Nagypapa, Ördög, Csetlik, Botlik, ezeket a figurákat most dolgoznak otthon. Márton Zoltán a művészeti vezetőnk, ő készíti a grafikai részét a kollégákkal, és tényleg úgy annak örvendek, és meg is nyugodtan most már, mindenki nagyon tudja, hogy mit kell tenni. Tehát hogy ez a lényeg, hogy látom, hogy ura vagyunk a paripánknak, és... Hát már elkészült a storyboardja az első résznek, jön az animatik, tehát hogy szépen folyamatosan haladunk bennebb, és tényleg áprilisra már elkészül az első rész, utána már felgyorsul, csak ugye addig dolgozunk, még tehát készítjük elő. Tehát idén áprilisra elkészül persze, ennek a 10 perces sorozatnak az első része? Így van, hát igen, mert hogy az a tervünk, hogy jövő év végére elkészítjük a 12 részt, amivel tudunk menni a televíziókba, mert ugye egy rajzfilmre nem lehet. Tehát sorozatot kell mindenképpen. Így van. És hogy érzed, tehát a külföldi rajzfilmes piacon meg fogjátok akkor állni a helyeteket? Hát így van, megálljuk a helyünket, azért álljuk meg a helyünket, mert a legújabb részforgatókönyvét is elküldtem elég neves producernek, megmutattam, és meghúzták, és megtaláltuk azt a forgatókönyvírót elég sok keresgélés után, aki meg tudja nekünk írni azt, amire szükség van ahhoz, hogy piacos legyen a rajzfilm. És ez nem azt jelenti, hogy most mi amerikai rajzfilmet készítünk, félreértés, hát ne legyen. Nyilván nem is ez a célotok. A székelyföldi rajzfilm készül, viszont vannak piaci igények, amelyeknek meg kell felelni, ha tetszik, ha nem. Tehát nem a polcra készítjük ezt a rajzfilmet, és be kell tartani a szabályokat, ahogy a film készít. Tehát ezek egy ilyen világ, úgyhogy erre mi odafigyelünk, és mondom, hál' Istennek, mondom, nyugodt vagyok, mert jó emberekkel vettük körül magunkat. Nincs időnk mindenről beszélni, most büszke vagyok arra őszintén, hogy hát Székelyudvarhely gyakorlatilag az erdélyi, vagy nem túlzás azt mondani, romániai rajzfilm készítés bölcsője akkor, hát ugyebár. Bölcsője, hát nyilván nem mi voltunk az elsők, akik rajzfilmet készítettünk, nagyon sokan vannak, akik készítenek, ugye nem csak Udvarhelyen, ott van Arnold, ugye Domokoson készít rajzfilmet, de mint stúdió, tehát mint egységes egész, és ott vagyunk, és csak ezzel foglalkozunk, rajzfilmgyár, így igen. Ezt így nyugodtan elmondhatjuk, sajnos a bukaresti rajzfilm stúdiók sem működnek ma már, úgyhogy... Ezért mondtam. Tehát országos szinten ez egy jó dolog, tehát ez büszkék is lehetnek itt mindenki erre, mert van egy ilyen is Romániában. Na hát, Szabos, nagyon sok sikert kívánok neked. Hát a Mini Erdély Park az most már készen lesz hamarosan. Ellátogathatunk Udvarhelyre, és nagyon szorítunk azért, de hát nem kétséges, hogy nemzetközi rajzfilmes piacra is bekerülnek a székely rajzfilmek. Köszönöm szépen, hogy köszönjük voltál. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, azért még maradunk egy kicsit a rajzfilmek világába, hiszen kihagyhatatlan az, hogy megnézzük a Réti Nyír legendáját, választottuk ki. A Réti Nyír mondája.
Három széken, ezen a legendás vidéken van egy híres nyíres. Olyan régi korban, hogy maga az idő is belefárad, ha néha felidézi, a nyírfák között megbújó apró tavacskákban tündérek laktak. Csak naphaladtával jöttek elő a tó mélyéről, de akkor aztán olyan éneklésbe és táncba kezdtek a holdfénynél, hogy az maga volt a csoda. Egy éjjelen a cserfes szél, aki mindig minden titkot szanaszét beszél, messze vitte a tündéri vigatalom hangjait. Elegészen ehelyt a fergettyű várik. Nem hiába hívták így. Csavaros volt, mint a székely esze. Úgy építették meg, hogy ne kelljen körbe-körbe kosornyázni rajta, hanem a torony forgott állandóan. Innen kémlelte a környéket Zete, a bátor kislegényke. Hát, nem még mi a csuda? A dal olyan szép volt, Zete pedig annyira kíváncsi lett, kitől eredhet, hogy elhatározta, gyorsan utána jár. Ez volt a szerencse. Mert nem messze onnan, ahajt az óriás pincetetőn, rabló óriások vertek tanyát. Aznap éjjel ők is mulattak, mert nagy zsákmányt harácsoltak. A szél ide is elhordta a tündérek dalát, a marcona óriás vezér pedig meghallotta. Csendet, ontok banda! Aztán a nyíres felé mutatott. Tegyétek szabély felé a nyírbe tündért fogni! Zete közben odaért a tóhoz. A nyírfák mögé bújva leste a tündérek mulatozását. De nem telhetett benne sokáig kedve, mert egyszeriben akkora rippadozás támadt, hogy a föld is megremegett bele. Már látta is az óriásokat, ahogy fákat döngetve, nagy abajgatással rontanak a tóhoz, hogy elfogjanak és zsákba tömködjenek annyi tündért, ahányat csak a lapát kezük elbír fogni. Azt a 7 meg a 800-át, néhogy szepletnek ezek az óriások. Ebből nagy baj lesz. Úgy lehet, a fergetyűvárba kéne menekülni. Légvonalba sincs messze, de tudok én rövidebbet. Elébb jesszük sze meg a rusnyáit. A tóban zsimoráló óriások egy pillanatra ledermedtek. A fergetyűvárba, tündérek, utána! A tündérek, ahány maradt, utána. De az óriások hamar a várhoz értek, elkezdtek felfelé mászni, s hiába volt egyik-másik tajdok köztük, úgy tetszett, hamar felmásznak, és akkor vége vígandrásnak. Zete csak a csodában bízhatott. Zete furulja szavára a fergettyűvár egyre gyorsabban kezdett forogni, míg már olyan sebesen sűrült, hogy az óriások szerre lerepültek róla. Nem ismertek arrafelé járni többet. A táboruk is eltűnt, csak a hely neve, ahol állt, az őrzi emléküket, az óriás pincetető. Ha már a szél árulkodott a tündérekről, szerencse hát, hogy Zete is meghallotta. Meg is köszönték neki szépen, és visszabújtak a tó mélyére. Soha többé nem jöttek elő, de tudjuk, hogy azért ők mégis ott vannak, a tavirózsák szírmaiban, a nyírfák lombjaiban, az apró tavacskák csillogásában, ezen a legendás vidéken, valahol Háromszéken. Thank you.